A Magyar Cukrászok Országos Ipartestülete több mint 100 éves múltra tekint vissza. Háború előtt nagy óriási hagyományai voltak a cukrászok szövetségbe tömörülésének, tehát ez valamíg a mézes kalácsosok ide hozzánk tartoztak. Már ez a szakma nagyon-nagyon beszűkült, és hát a rendszerváltás után a cukrászok voltak az elsők, akik az ipartestület szót ismét alkalmazták a szövetség megjelölésére. Nagy múltú, nagy hírű cukrászok voltak a tagjaink, akik letették a névjegyüket a különböző időszakokban. Ma ránk jutott ez a feladat, hogy őrködjünk a szakma tisztességén, becsületén, a jó minőségű cukrászütemények elkészítésén. Több mint 400 tagunk van, élő, aktív tagunk. Körülbelül 800-900 olyan cukrász, kézműves cukrászról tudunk, akik Magyarországon működnek, hát még az egyik fele az nem tag. De azon vagyunk, most itt az ipartestület is, illetve ezen a kiállításon is osztottunk egy olyan brosúrát a nem tagjainknak, hogy miért érdemes belépni az ipartestületbe. Én a legfontosabbnak az együtttartozás örömét gondolom. Ezt egy számmal jelezném csak. Tavaly a Magyarország tortája elkészítésére hívtuk fel a kollégáink figyelmét. A 400 tagból 380 visszajelentkezett, aki vállalta, hogy készíti ezt a tortát. Mi ez, ha nem az összefogás jeles példája, de számos előnye van. Szakmai továbbképzéseket tartunk, megjelentetünk havonta egy újságot. Közösen a pékekkel sokkal olcsóbb energiabeszerzési lehetőséghez jutottunk. Tehát én azt mondom, hogy a havi energiaszámlának a megtakarításaiból több évi tagsági díjat ki tud fizetni nálunk, sok évit, akkor nem mondom sokat, de különböző beszállítóknál kedvezményeket kapunk. A szakmai rendezvényekre szervezünk utat, szakmai megmozdulásokat, azon kívül, hogy a Magyarország tortáját készíthetjük, tehát egy versenyfelhívást teszünk közé a cukrászoknak. Magyarország a fagylatversenyt rendezünk most már 14. alkalommal, minden nyáron megrendezzük ezt. Büszkén mondhatom el, hogy azokkal a hatóságokkal, akik nekünk dolgunk van, mindenkivel olyan kapcsolatot sikerült kialakítani, nem csak nekünk, a pékeknek is, és nagyon szorosan együtt dolgozunk, hogy figyelembe veszik a véleményünket, a kérésünket, és a megjelenő jogszabályt többé-kevésbé olyan szűrőn esett át, amit a szakma is el tud fogadni utána. 3 vagy 4 éve tagja vagyunk a Magyar Élelmiszerkönyvbizottságnak, amely arra hivatott, hogy azokat az emblematikus magyar élelmiszereket, amelyeknek a magyar eredete nyilvánvaló, azokat egyfajta fogalom meghatározás után bevezessék az élelmiszerkönyvbe. Ez azt jelenti, hogy ha egy beiglit, vagy egy krémes, vagy egy eszterházi tortát sikerült konszenzusra jutni az összetételét illetően, és bejegyeznek az élelmiszerkönyvbe, onnantól a hatóság az ellenőrizheti ennek a minőségi tartalmát, a beltartalmát, hogy olyan termékekből készül-e, és itt konkrétan arra gondolok, hogy margarin helyett, vagy vaj helyett nem használhat margarin, tejszín helyett nem használhat növényi habot, ha a vaníliarút kell bele, akkor a vaníliakristály az nem megenged. Tehát minden esetben egy jobb minőségű késztermékről beszélünk, ami én azt gondolom, hogy a mai világban egyfajta meghatározója ennek a kézműves rétegnek. Egyedüli reklámfegyverünk a multik reklámhadjáratával szemben. Lehet, hogy az olcsóbb, de minőségileg biztos, hogy rosszabb. Egy szakmai vásár nyilván elsősorban a szakmának szól, hogy milyen új eszközöket, gépeket hoznak a piacra a gyártók, milyen új alapanyagok vannak, amivel egészségesebb, változatosabb süteményt, pékázatot tudunk előállítani, de legalább ilyen fontos a fogyasztókat megismertetni, és ez a szakmai nap ma arról szól, hogy mit kínál a szakma, mit kínál a háttéripar, és hát azok alapján, a visszajelzések alapján, amit a vevő mond, hiszen a vevő az úr, az alapján tudjuk mi is összeállítani kínálatunkat, és egyre sikeresebbé tenni az, hogy
hogy korszerűbb, jobb minőségű és lehetőleg ne drágább terméket állítsunk. 1991-ben volt az első hasonló jellegű szakvásár, és az elmúlt évtizedben volt egyfajta, mondjam azt, hogy lejtmenet, talán kevesebb kiállító jött, kevesebb látogató is volt. Most egy koncepcióváltás, ami úgy tűnik, hogy nagyon jól sikerült, azt eredményezte, hogy soha ennyi kiállító, és úgy tűnik, hogy soha ennyi látogató még nem látogatta meg ezt a szakvását. Nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk, és annak is, hogy ma a közönség napon a közönséget is érdekli az, hogy mit lehet kóstolni, hiszen a magyar szereti a gyomrát, a magyar ember, ez nem bűn. Mi még igyekszünk jó minőségű termékekkel kiszolgálni őket.